Itt áll mellettem Olá Brigitta, aki tovább jutotta a mai napon, és bizony elég messziről érkezett hozzánk, honnan is pontosan? Ózdról. Ózdról, hát az majd 400 kilométerre van tőlünk, nem? Mikor indultatok el ide Ajkára? Tegnap elindultunk, és feljöttünk Budapestre, és ma jöttünk ide Ajkára. Akkor két napig utaztatok azért, hogy te itt felléphessél ma? Igen. Van hang? Szuper. Beszélgettünk veled a szünetbe, és azt elárultad nekem, hogy örülni fogsz, hogyha tovább jutsz, de nem biztos, hogy meg tudod várni a középdöntőbe azt, hogy eredményt hirdessenek, hiszen neked valami nagyon fontos dolgod lesz akkor. Igen, én akkor egy koncertre megyek, és hogyha megint ugyaneddig fog tartani 10-ig, akkor nem fogok tudni itt maradni a végig. Milyen koncertre mész, ami annyira fontos, hogy a karriered is, vagy ami fontosabb, mint a karriered? Violetta koncertre megyek. Mióta énekelsz? Úgy tudom, hogy a családban több zenész is van. Igen, van több zenész is, és én 5 éve éneklek. 5 éves korod óta énekelsz, tehát 6 éve énekelsz akkor tulajdonképpen. És az előbb elárultad nekem, hogy másodikán te egy karamell számmal fogsz ide visszajönni, jól tudom? Igen. És mi lesz az a szám? Szállok a dallal. Mutasz nekünk belőle valamit? Gyermekként álmodtam, és azt hittem, úgy lesz. Hittem az életben is, nem fájt a szívem. Tudtam, hogy én váltom meg majd a világot. Láttam a jövőmet, és semmi sem bántott. Hát, én nálam tovább jutottál. Kedves nézőink, szerintetek érdemes lesz ellátogatni ide másodikán, megnézni Brigittát, hogy hogy szerepel. Köszönjük neked, és jó utat hazafelé. Vigyázzatok magatokra, bár úgy tudom, hogy a szüleid azt tervezgetik, hogy itt alszatok valahol Ajkán. Igen, itt fogunk aludni Ajkán, egy szállodában. Akkor jó pihenést nektek, és köszönjük szépen. Kedves nézőink, jövünk vissza a jövő héten, amikor a zenekar lesznek itt. Az is ugyanúgy ingyenes lesz majd. Jöjjek nyugodtan, és nézzétek meg élőbe. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!